szólásszabadság egyike az embernek kiálló legalapvetőbb jogoknak. De itt országunkban a véleménynek szabad kinyilvánításának, illetve a sajtó szabadságának korlátai a tekintetes rendek számára is szembeötlőek. A legtöbben a szólásszabadság ügyében szólaltak fel a Kölcsey Ferenc szónok versenyen. A megmérettetés célja, hogy a fiatalok megmutassák improvizatív tudásukat, retorikai képességüket, beépítve általános műveltségük hordozta szókincsüket. Tavaly jártam már ugyanitt, ugyanazzal a szöveggel készültem, már mint ugyanazzal a témakörben készültem, a szólásszabadságról fogok beszélni. Magamnak írtam a szöveget, tanárnő segítségével, ő átnézte, megtanultam, és most itt vagyok. Az idei megmérettetést a Minden Morzsa Számít közösségépítő és segítő egyesület, a Váci Mihály Kulturális Központ és a Kölcsey Társaság hívta életre. A versenyen a Kárpát-medence magyar anyanyelven oktató középiskoláinak diákjai vehettek részt, szónoklataikat szakmai zsűri értékelte. Középiskolákat igyekszünk megszólítani továbbra is, akiknek egyrésztről érettségi felkészítést is adhat az érvelés, másrésztről a kiemelt szintű történelmet választ, az már ebben a témában is el tud mélyedni a reformkor dolgában. Kultúra napjához kapcsolódóan nem árt Kölcseyt feleleníteni, és hát negyedik új cél ezzel a Kárpát-medencei kiterjesztéssel, hogy határon túli magyarjaink is meg tudják egymást ismerni, barátságok szövődjenek, kötődjenek. A verseny első három helyezettje tovább jut a márciusi országos döntőbe. A Váci megmérettetésen kiderül, hogy ki a Kárpát-medence legjobb középiskolás szónoka.